Nagyobb viták nélkül zajlott Szabadka város képviselőtestületének ülése. Csak az első napi rendi pont kapcsán alakult ki kisebb vita. A Városi Költségvetési Felügyelőség ugyanis szabálytalanságokat állapított meg a Népszínház és a Spartakus női labdarúgó klub működésében. Naša lokalna vlast je pokazala i ovoga puta kao i na u prethodnim nekim tačkama dnevnog reda da nije u stanju da odbrani svoj stav. U pitanju je znači inspekcijska komisija koja je u 6 subjekata izvršila uvid. U izveštaju koji je bio dosta korektan, vidjeli smo da su se kršile neke zakonske norme i uredbe. Veljko Vojnić, a Szerb Haladó Párt önkormányzati frakcióvezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kérdéses intézményeket a polgármester utasítására ellenőrizte a felügyelőség, amikor felmerült a gyanú, hogy egyes vállalatok, intézmények vezetősége esetleg nem mindig a törvénynek megfelelően használja fel a költségvetési eszközöket. Hozzátette, a szabálytalanságok nem okoztak kárt a költségvetésben. Ovo je jedan dobar izveštaj koji nam kaže da mi treba da pazimo šta svi među nama radimo i ovaj izveštaj i postupanje po njemu pokazuje da nema zaštićenih i da nikoga partijska knjižica neće spasiti od odgovornosti ako krši zakon. Nagel János, a VMS szabadkai frakció vezetője, a napi rendi pontok közül Szabadka város hosszú távú fejlesztési tervét emelte ki, amelynek legkésőbb december 23-áig el kell készülnie. Hangsúlyozta, hogy a VMS aktívan részt fog venni a tervvel kapcsolatos közvitában, ahol majd kifejtik álláspontjaikat a szabadkai polgárok érdekeivel összhangban. Az érdeke, hogy ezek mind bekerüljenek a fejlesztési terve, vonatkozva ez az iparra, mezőgazdaságra, turizmusra, városfejlesztésre vonatkozóan. Ez egy nagyon fontos terv, mert ez meg fogja határozni a következő 10 évben Szabadka város fejlődését. A képviselőtestület elfogadta a város által alapított alapoknak, illetve alapítványoknak a tavalyi évi beszámolóit és az idei terveit is. Köztük a Rehák László alapét, amely az elmúlt időszakban több mint 130 egyetemi hallgató lakhatását és tanulmányaik befejezését segítette.